Sziasztok! A következő videóban szeretnék nektek segíteni a 2021-es májusi angol középszintű érettségire való felkészülésben. Ebben a videóban a vizsgának a nyelvtani részét, a nyelvhelyesség részét fogjuk közösen megnézni, illetve kitölteni. Az érettségire való készülésnek a legelső lépése, hogy először is el kell jutnod az érettséginek a szintjére. Ennek érdekében érdemes beszerezni különféle jó, illetve kiváló minőségű angol nyelvtani könyveket, amelyek segítenek neked abban, hogy megfelelően megtanulhasd, illetve begyakorolhasd az angol nyelvtant. Az érettségire, különösen annak nyelvtani részére már egy komplex nyelvtani tudással kell menned, és ezen komplex tudás megszerzésére kiváló eszköz ez az English Grammar in Use című könyv. Tehát ezt érdemes például kitölteni az angol érettségi nyelvtani részére való gyakorlásként. Fontos megjegyeznem, hogy erre azért van szükség, mert hogyha magas százalékot, például 80 vagy minimum 90 százalékot szeretnél középszintű angol érettségin elérni, ahhoz nem elég az, hogy a tankönyvet hátulján lévő nyelvtani részeket átnézed, ugyanis azok korán sem tartalmaznak mindent, és ezért fontos egy ilyen komplex nyelvtani könyvnek a beszerzése, illetve a megtanulása, kitöltése. Higgyétek el, magasan megéri a ráköltött pénzt. Magának az érettséginek egyébként a... És akkor most nézzük az érettségit. A legelső lépés, amit az érettségin tenned kell, hogy az érettségi minden egyes oldalára felírod a nevedet, illetve az osztályodat. Ezt érdemes rögtön az érettségi legelején minden egyes lapra megtenni, hogy ezzel később ne kelljen foglalkozni. Ezután olvashatod az egyik legelső lapon ezeket a fontos mondani valókat. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes kérdéshez csupán egyetlen választ fogadnak el. Itt igazából arra kell figyelned, hogy amikor például négy különböző betű közül kell egyet megjelölnöd, vagy egyet beírnod megoldásként, az fontos, hogy mindig csak egy darab jól azonosítható megoldást adj meg. Ha több megoldást adsz meg, akkor egyszerűen nem értékelik az érettségit, akkor egyszerűen azt a feladatot, tehát az nulla pont. Nagyon fontos, hogy mindig arra a helyre kell írni a megoldásainkat, ami erre szolgál az érettségiben. Tehát mindig a megoldásaidat azon helyekre írd, amelyekre a feladat kéri. Ha javítani szeretnél, akkor az legyen egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy például, ha meggondoltad magad egy megoldásnál, akkor a rossz megoldást tedd zárójelbe, majd egyértelműen húzd át, és írd oda egyértelműen a jó megoldást. És nagyon fontos, hogy a nyelvtani részben nyelvtanilag helyesen kell beleírnod a megfelelő szavakat, illetve kifejezéseket. Akkor nézzük rögtön a legelső feladatot. A legelső feladat maga egy a legelső feladatban egy cikket olvashatunk. Egy összefüggő szöveget látunk, amelyben kihagytak néhány helyet. És az a feladatod, hogy a szövegben található üres helyeket kipótold a megfelelő szavakkal. Külön kiemelik, hogy egyetlen helyre csak egyetlen szót szabad beírni. Ez azt jelenti, hogy egy helyre egy darab szót írhatsz csak be, és véletlenül sem többet.
ha egynél több szót írsz be, az ennél a feladatnál hiba. És én megadtak egy példát. Na most ennél a feladatnál, aminek látjuk egyébként, hogy a nyelvtan legelső feladatának két oldala van, ez az első, illetve ez pedig a második. Fontos megjegyezni, hogy ennél a feladatnál tipikusan az a jó megoldás, hogyha a megoldásaidat először beírod ezekre az üres helyekre, erre a legelső feladatlapra. Tehát ide érdemes beírni a megoldásainkat, ezekre az üres helyekre, szimplán azért, mert így sokkal könnyebb utána átlátni a feladatot a végén. És egy helyre még egyszer csupán egy darab szót írhatunk, és nem többet. Itt egyébként ennél a feladatnál az az alapvető stratégia, hogy először mindig a teljes mondatot olvasd végig, és utána pedig kezdj el azon gondolkodni, hogy az adott üres helyre milyen fajta, milyen szófajú szó jöhet. Például főnév, melléknév, határozó, stb. Fontos, hogy ennél a feladatnál gyakran több megoldást is elfogadnak, tehát nem kizárólag csak egyetlen megoldása jó. Akkor kezdjük is. Még egyszer, ennél a feladatnál, mikor nekiállsz a megoldásnak, érdemes a teljes mondatot végigolvasni. Don't overthink your exercise. With the explosion of boutique gyms, spin classes and ultramarathons, we may believe that exercise should, valami, both expensive and extreme. Tehát a különféle konditermek, edzésosztályok és az ultramaratonok berobbanásával, tehát ilyen felfutásával, úgy hihetjük, hogy az edzés az egyaránt drágává és extrémé kellett, hogy váljon. Tehát ide a létige megfelelő formája kell. És most, amikor elérünk az első mondathoz, érdemes a teljes mondatot végigolvasni, mielőtt kitöltöd a megfelelő megoldást. But researchers are finding that it really doesn't seem to matter what, valami, of physical activity you do to receive great health rewards. Itt a lényeg az, ennél a feladatnál az a kulcs a megoldásnál, hogy meg kell találnod azokat a kifejezéseket a szövegben, amik segítenek arra, hogy rájöjj, hogy mi a megoldás. Tehát találd meg azokat a kifejezéseket, amik segítenek neked abban, hogy rágyere, hogy mi a megoldás. És itt például ez a pirossal szedett rész, nem tudom mennyire látszik, a what, illetve az of. A kulcs abban, hogy rágyere, hogy ide milyen kifejezés kell. Tehát a what és az of a kulcs szó. But researchers are finding that it really doesn't seem to matter what kind of physical activity you do to receive great health rewards. És egyébként az ellenőrzésnél különösen fontos, hogy magyarul értsd azt, hogy ő mit akar kifejezni, a szöveg mit akar kifejezni. Tehát, de a kutatások úgy vélik, hogy az nem nagyon számít, hogy milyen fajta, milyen féle fizikai tevékenységet kellene csinálnod annak érdekében, hogy megfelelő egészségügyi státuszt, illetve állapotot éri el. Tehát, hogy megfelelő, hogy milyen fajta fizikai aktivitást, what kind of physical activity, és itt viszont a kind helyett you are what sort of physical activity, or what type of physical activity you do to receive great health rewards.
Tehát itt igazából három különböző megoldást is elfogadnak. Menjünk tovább. Stratégiánk ugyanaz, először el kell olvasni a teljes mondatot, tehát először mindig olvasd el az üres hely előtti, illetve utáni részt is, annak érdekében teljes mondatot lásd. Americans often complain that they don't have enough time to work out. A recent survey asked a group of them, valami, they would spend an extra 4 hours each week if they suddenly had the time. Megint, a legelső lépésem, hogy megkeresem azokat a kifejezéseket, amik segítenek nekem a megoldásban. Mi az a kifejezés ebben a mondatban, ami segít nekem rájönni abban, hogy mi lehet a megoldás? Ez a they would spend. Ez segít nekem rájönni abba, hogy ide milyen típusú, milyen szófajú szó kell. A recent survey asked a group of them, egy nemrégiben készült felmérésben megkérdezték egy csoportjukat, hogy they would spend an extra 4 hours each week if they suddenly had the time. They would spend. How they would spend an extra 4 hours each week if they suddenly had the time. Tehát egy nemrégiben készült felmérésben megkérdezték őket, hogy hogyan töltenének el 4 extra órát, 4 plusz órát minden egyes héten, ha lenne ennyi idejük. Tehát ide a how lesz a jó megoldás, és ezt erre onnan jöttem rá, hogy a they would spend volt itt a kulcs. Tehát itt a segítség, ami segít neked rájönni a megoldásban, az a they would spend. Ez segít abban rájönni, hogy itt a how a megoldás. Menjünk tovább. The number one answer. Exercise. But we often overthink exercise and we may, valami, actually need to set aside extra time to work out. Na most egyébként azt szeretném még kiemelni, hogy az érettségén gyakran előfordul, hogy a szövegben olyan angol kifejezésekkel találkozol, amik nem tudod, hogy mit jelentenek. Tehát az érettségiben bőven lehet olyan szó, amit nem fogsz érteni. Most ettől nem kell pánikba esned, mert ez teljesen természetes. Tehát az érettségi direkt így van kitalálva, hogy nagy valószínűséggel minden egyes szavát nem fogod érteni. És erre például itt példa, itt a need to set aside extra time to work out. Ez a set aside egyébként ez azt jelenti, hogy eltekinteni valamitől, de ezt általában egy középszintű érettségiző nem szokta tudni. Tehát ezektől a kifejezésektől nem kell megijedni, mert szándékosan van így kitalálva az érettségi. Tehát, elolvassuk a teljes mondatot. A recent survey asked a group of them, valami, they would spend an extra 4 hours each week if they suddenly had the time. És itt a megoldás az, hogy how, hogy hogyan. Ugyanis magyarul azt jelenti a mondat, hogy egy nemrégiben készült felmérésben egy csoportjukat megkérdezték, hogy hogyan töltenének el 4 extra, 4 plusz órát minden egyes héten, hogyha nekik lenne erre idejük. Tehát, hogyha hetente plusz 4 órájuk lenne, azt ők hogyan töltenék el. Másik fontos dolog, hogy érettségén mindig értened kell, hogy magyarul mit szeretne kifejezni. És itt ezért ez a megoldás, hogy how they would spend, hogyan töltenének el 4 extra órát, 4 plusz órát, hogyha hirtelen erre lenne idejük. Megpróbálom egy kicsit kinagyítani. Remélem, hogy látható. Jó. Menjünk tovább. But we often overthink exercise and we may, valami, actually need to set aside extra time to work out. Set aside azt jelenti, hogy eltekinteni valamitől. De gyakran ugye túlgondoljuk a gyakorlatot, és előfordulhat, hogy a may
az a lehetőséget fejezi ki, may not actually need to set aside extra time to work out. Tehát előfordulhat az, hogy néha nem előfordulhat, hogy nem szükséges, nem kell extra idő, eltekinteni az extra időtől a kondizás érdekében, az edzés érdekében. Tehát gyakran előfordul egyébként, ez is egy gyakori megoldás, hogy egyszerűen a segédigének a tagadó alakjára van szükség. Tehát itt például a mély után kell egy not. És ennyi a megoldás. A segédige tagadó alakjára van szükség. And we may not actually need to set aside extra time to work out. Exercise doesn't require a gym membership. Exercise is something you can do throughout the day, every day. It also doesn't need to be exhausting or to cost valami to see health benefits. Továbbá az sem kell hozzá, hogy kimerítő legyen, vagy hogy to cost, hogy mennyibe kerüljön, tehát nem kell hozzá az, hogy kimerítő legyen, vagy hogy az sem kell hozzá, hogy mennyibe kerüljön, vagy ne kerüljön, hogy az egészségügyi előnyeit lássuk. Itt megint az a kérdés, hogy itt mi a kulcsszó. Az a kulcsszó, hogy to cost. Tehát nem kell az, hogy az edzés kimerítő legyen, vagy hogy sokba kerüljön annak érdekében, hogy lássuk az egészségügyi előnyeit. Or to cost much, hogy sokba kerüljön, vagy to cost lots, vagy to cost money, mind a három jó. Exhausting or to cost money to see health benefits. Simply walking more counts valami lot. Már maga az egyszerű séta is sokat számít, kifejezés a lot. Here are some tips how you can fill your day with more activity. Teljes mondatot végigolvassuk. If you use public transport, get valami, a stop early on your way to work. Ha tömegközlekedést használsz, akkor a get után jön valami, a stop early on your way to work. Most érettségén gyakran előfordul, hogy a megoldás az egy úgynevezett angol kifejezés, avagy phrasal verb. Tehát a legalapvetőbb phrasal verb-öket, azokat igenis ismerned kell az érettségire. A phrasal verb az angolban egy olyan igei kifejezés, aminek külön meg kell tanulnod a magyar jelentését. Tehát a phrasal verb az egy külön, különleges angol kifejezés, aminek meg kell tanulnod, ismerned kell a magyar jelentését. Például a leszállni buszról, leszállni vonatról, az magyarul úgy van, hogy get off. De ez egy phrasal verb, amit neked már tanulnod kellett. És nagyon gyakran előfordul, hogy érettségén egy phrasal verb a megoldás. Tehát neked a phrasal verb-öt kell felismerni, mint például itt is. If you use public transport, get off a stop early on your way to work. Tehát ha tömegközlekedést használsz, akkor szálljál le egy megállóval, korábban munkába menet. Leszállni a buszról, a vonatról, az a get off, és azt neked ismerned kell, hogy a get plus off, ez egy phrasal verb. Innen tudod a megoldást. Aztán tovább megyünk, teljes mondatot végigolvassuk. If you, valami, vesző, park far away from your destination. Megint, ennél a mondatnál mi az, ami nekünk segít a megoldásban? Mi az, ami utal, ami rámutat a megoldásra? Park far away from your destination. A célállomásodtól távol parkolj, akkor hogyha mit csinálsz? Na most, hogyha parkolni kell távol, akkor valószínű, hogy autóval jöttél, tehát vezettél. A vezetni pedig az, hogy drive. If you drive, park far away from your destination. Ha vezetsz, akkor
parkolj távol a végállomásodtól, de egyébként az is jó, hogyha ide can't írsz, hogy if you can, ha tudsz, park far away from your destination. A kulcs szó a park far away. Aztán, climb the stairs to your office or flat instead of valami the elevator. Tehát, lépcsőz, tehát hogy menj lépcsőn az irodádba vagy a lakásodba, ahelyett, hogy valamit csinálnál a lifttel. Na most itt viszont előfordul, itt az instead of a kulcs. Az instead of után ugyanis tudnod kell, hogy az instead of után inges ige alakot kell használni. Tehát amennyiben az instead of azt jelenti, hogy valami helyett. Az instead of után inges ige alakot kell használni. És ezért az lesz a megoldás, hogy climb the stairs to your office or flat instead of using the elevator. Tehát gyalog, menj fel az irodádba vagy a lakásodba, ahelyett, hogy a liftet használnád. De jó az is, hogy instead of using the elevator, instead of taking the elevator, vagy instead of choosing the elevator, tehát hogy ahelyett, hogy a liftet választanád. A lényeg az, hogy az instead of után tudnod kell, hogy inges ige alak következik. Walk to the grocery store instead of driving. Tehát, most hogy ez megvan, ezt kitöltöttük, megvannak ide a megoldásaid. És a következő rendkívül fontos lépés az az, hogy ezekre a vonalakra kiírd, ki kell másolnod a megoldásaidat ide. A feladat másik lapjára, még egyszer. A javító tanár az érettségén csak azt nézi, hogy te ide. Ezekre mit írtál? Csak ezt értékeli. Tehát az előzőben, amit mondtam, hogy ide töltsd ki a megfelelő vonalakra a megoldásaidat írd le, ez azért fontos, mert így sokkal könnyebben oldod meg a feladatot. Hidd el, hogy ez nem időveszteség. Ez nagyon sokat jelent. Tehát először ide beírod a megoldásaidat, de az nagyon fontos, hogy miután megvan a megoldásod mindenre, akkor a megoldásaidat ide utána ki kell másolnod, mert a javító tanár csak ezt nézi, csak ezt pontozza. Azt, hogy a másik lapra mit írtál, azt őt nem érdekli. És a javító tanár ezt fogja javítani. Kimásoltad, és akkor rögtön már is van 8 pontunk. Jön a következő feladat. A task 2. Megint, egyébként az érettségi mindig elolvassuk a feladatot. You are going to read an article about some problems in a town in Minnesota. Some words are missing from the text. Use the words in brackets to form the words that fit in the gaps. Then write the appropriate form of these words on the dotted lines after the text. There might be cases when you do not have to change the word in brackets. Use only one word in each gap. Tehát. Na most ez a task 2, ez alapvetően egy másik, másmilyen típusú feladat, mint az előző. Ebben a feladatban egyébként azt látod, hogy megadtak nekünk, ebben a feladatban szintén megadtak egy szöveget. A szövegben szintén hiányoznak, ugye, szavak, és itt ennél a feladatnál a szónak a tövét adták meg. Tehát ennél a feladatnál a dolgod, a feladatod a szóképzés. Tehát a megfelelő szavakat kell képezned. A megfelelő szót kell képezned a feladat által megadott szótövegből. Na most itt viszont ugye az is előfordulhat, hogy nem kell az adott szón változtatnod, de ezt neked fel kell ismerni. Tehát itt a szóképzés lesz a feladatod. Stratégia ugyanaz, olvassuk mindig végig a teljes mondatot.
Chaos in Minnesota, a group of young residents in Gilbert, Minnesota, who are unable to handle their alcohol, have been drifting around the town, looking disoriented and narrowly avoiding getting valami by cars. However, these aren't drunk teenagers. Instead, it's the local bird population. Itt ugyanaz a stratégia, először mindig végigolvassuk a teljes mondatot. És itt egyébként a nullát, azt megadták nekünk a feladatba. Egyébként ezt is ugye majd a másik, ezt is ugye a következő oldalra kell a megoldásainkat ide beírni. Ezt megadták az Unable-t. És akkor ugyanaz a stratégia, először írjuk rá erre a lapra a megoldásainkat. To handle their alcohol have been drifting around the town. Egyébként az, hogy drifting, az azt jelenti, hogy halad, sodródik valamerre. To handle their alcohol have been drifting around the town, looking disoriented and narrowly avoiding getting valami by cars. Tehát ez a csapat fiatal lakos, ez ugye lófrált, hát ugye sodródtak a város körül, eléggé diszorientáltnak tűntek, és szinte alig kerülte el a csoport, hogy elüssék őket a kocsik. Tudnod kell, itt például a hit lesz a megoldás. Tehát ez hit by cars, és ez például tipikus példája annak, hogy itt nem kell a megadott alap alakon változtatnod. Tehát marad hitbe. Avoiding getting hit by cars. However, these aren't drunk teenagers. Instead, it is the local bird population. Tehát ugye itt az a vicces, hogy ugye nem tinikről van szó, hanem a helyi madárpopulációról beszélünk. Ugyanúgy megyek tovább. The police department has received several valami of birds that seem to be under the influence of alcohol, flying into windows and cars and looking valami, said police chief T.E. Thatcher. Itt megint vadászunk azokra a szavakra, amik a megoldást rejthetik. Itt a kulcs szó egyrészt az, hogy several, tehát egy számos, a helyi rendőrség számos riportot, számos jelentést kapott a madarakról, amik úgy tűnik, hogy alkoholos befolyásoltság alatt repültek neki ablakoknak és autóknak, és valahogyan kinéztek a rendőrfőnök szerint. Itt az első megoldásnál a kult szó a several, a másik pedig, hogy of birds. Tehát a several azt jelenti, hogy számos, és itt ugye a riportot adták meg, abból kell valamit képeznünk. És itt gyakorlatilag csak annyi a szóképzés, hogy a riportot többes számba kell tenned a several miatt. The police department has received several reports of birds. Számos jelentéseket a madarakról, ugye azért, mert több riportról van szó. Tehát ez csak annyi, hogy a riportot többes számba teszed a several miatt. Several reports of birds that seem to be under the influence of alcohol flying into windows and cars and looking valami, said police chief T.A. Thatcher. Itt pedig a következőnél a looking a kulcs szó. Ugye nekirepültek az ablakoknak és autóknak, és valahogyan kinéztek. Looking kinéz valahogyan. Hogyan néztek ki? Vagy milyennek tűntek? Zavarodottnak, összezavartnak, zavarodottnak tűntek. Tehát ide melléknév kell. Looking confused, said police chief T.A. Thatcher. Tehát ide melléknév kell, amit ID-vel képzek, confused. Looking confused, said police chief T.A. Thatcher.
An early frost meant that the berries had fermented valami than usual, and birds were eating them and getting drunk. A korai fagy azt jelenti, hogy a bogyók azok korábban indultak erjedésnek. Egyébként a fermented azt jelenti, hogy erjed, megerjed. A korai fagy azt jelenti, hogy a bogyók korábban erjedtek meg. Megadták nekünk az early-t. Itt pedig azt kell tudni, hogy ide középfokú melléknévre van szükség. És neked azt kell tudni, hogy hogyan képezzük a középfokú melléknevet, hát ER-rel. Tehát úgy, hogy hozzáteszem, hogy R. Tehát az early-ből a korában úgy lesz korábban, hogy earlier. Melléknévfokozás, középfokú melléknév kell. Fermented earlier than usual, and birds were eating them and getting drunk. Such incidents around town are more common than in past years, because many birds have not yet migrated south. Nagyon fontos, mindig a teljes szöveget olvassuk el. As they prepare to fly south for winter, they may eat too many berries to store up fat for the journey. They go from bush to bush, valami, to find more berries. Ide pedig, most ez lehet, hogy ezt nem olyan könnyű rájönni, de a trying kell. Tehát bokorról bokorra mentek, próbálva minél több bogyót találni. Itt két egyidejű cselekvésről van szó, ezért inges alak kell. Tehát ide a try-nak az inges, gerundos alakja kell. Mert ez két egyidejű cselekvésről szól. Hogy miközben ugrál bokorról bokorra, aközben próbál minél több bogyót keresni, ezért trying a szóképzés. Tehát előfordul, hogy valamikor a szónak az inges, gerundos alakja kell. Trying to find more berries, and their balance is gradually getting worse. They are typically seen flying lower than usual through traffic. They are valami seen flying lower than usual through traffic. Yet, tipikusan, tehát ide a typical-nak a határozói alakja kell. Itt határozót kell képezned. Tehát ugye ellipszilont raksz hozzá a szóhoz. They are typically seen flying lower than usual through traffic. Tehát, hogy tipikusan alacsonyabban repültek a közlekedés, mint szoktak a közlekedés közben. They are just valami, and they are not watching out for cars and other objects around them. Itt az a kult szó, hogy they are not watching out for cars and other objects around them, ez a kult szó, hogy nem figyeltek kellően oda a körülöttük lévő autókra és egyéb tárgyakra, és emiatt ők óvatlanok voltak, a kérnek az ellentéte kell, careless. Óvatlan. They're silly, valami, is a sign that they are drunk. Na most, az ő ostoba miük egy jel arra, hogy ők részegek. Az ő ostoba miük a behave-ből kell képezned. Their silly behavior is a sign that they are drunk. Ostoba viselkedésük egy jele annak, hogy ők részegek. A behave-ből főnevet képzünk, az a behavior. Tehát ide egy főnév kell. A behave viselkedik igéből képezünk főnevet, és ez ugye így lesz a behavior. Igen. Tehát ezzel megoldottuk a feladatot. Az fontos egyébként, hogy ez minden egyes érettségire igaz, hogy minden helyre írunk valamit. Tehát akkor is írjál valamit az adott üres helyre, hogyha nem vagy benne biztos, hogy az a megoldás. Tehát a lényeg az, hogy semmit ne hagyjunk üresen, mert nincs mínuszpont. Maximum csak 0 pontot kaphatsz. Tehát most ott tartunk, hogy minden egyes helyre van megoldásunk. Akkor utána, miután ide beírtuk a tippjeinket, a megoldásainkat, megyünk a következő oldalra,
megyünk a következő oldalra, és ide beírjuk a megfelelő szavakat. Tehát amit az előző oldalra ide, amiket beírtunk ide, ugye ezeket nem ellenőrzik, tehát ezeket a megoldásainkat át kell, hogy másoljuk erre, ezekre a helyekre, lehetőség szerint nagybetűvel. Egy helyre egy darab szót írjunk. És még egyszer ne felejtsd el, hogy néha nem kell megadott szón változtatni, ide beírjuk a megoldásainkat, átmásoljuk, és akkor ez az, amit a javító tanár javít, és már is van újabb 8 pontunk. Következik a harmadik feladat. Na most a harmadik feladat, a harmadik feladatban szintén egy összefüggő szöveget látunk. A harmadik feladatban azt mondja, hogy tehát szintén ez a feladat hogy néz ki? Egyébként mind a három feladat különbözik egymástól, és mind a három eltérő megoldási stratégiát igényel. You are going to read an article about whether men or women are better at multitasking. Some words are missing from the test. Choose the most appropriate answer from the options E to D for each gap in the text. Write the letter of the appropriate answer in the white box. Tehát, miről van szó? Látsz egy szöveget. A szövegből megint kihagytak bizonyos szavakat. És az a feladatod, hogy olvasod a szöveget, és a következő lapon 4 darab opciót látsz. Ez egy úgynevezett multiple choice feladat. Itt az a feladatod, hogy a lehető, hogy a legjobb választ, azt a választ, ami oda illik, ami helyes a szövegbe, 4 lehetőség közül választ ki a jó választ. Tehát itt ez a feladat. Megint csak úgy állunk neki, mint előzően, tehát elkezdjük olvasni a teljes mondatot. Mindig a teljes mondatot elolvassuk. Who is better at multitasking? Men were slower and less organized than women when switching quickly between tasks in tests by UK psychologists. Itt a by miatt felismerjük, hogy ez egyébként egy passzív szerkezet, ez egy passzív mondat. Tehát, végolvassuk a teljes mondatot, organized and switching quickly between tasks in tests by UK psychologists. És utána ennél a feladatnál azt kell csinálnod, hogy minden egyes megoldást bepróbálgatsz az adott helyre, és először ennél a feladatnál próbáld meg kizárni vagy kihúzni azt, ami biztosan rossz. Ennél a feladatnál például az A-nál a taken away az tök más jelent, a given up feladni, a put down meg megint tök más jelent. Tehát itt például a 4-ből 3-at azonnal ki tudok zárni, mert az semmiképp nem lehet. A tasks in tests, hogyha tudományos eredményről beszélek, akkor az carried out by UK psychologists. Carried out by UK psychologists. Itt csak ez lehet a megoldás. Tehát itt első lépésként itt bekarikázom, hogy ez csak a C lehet, mivel tudományos eredményről van szó. Aztán megyek tovább. First they compared 120 women and 120 men in a computer test, valami involved switching between tasks like counting and recognizing shapes. Tehát először összehasonlítottak 120 nőt és 120 férfit egy számítógépes teszten, ami valami magába foglalta azt, hogy milyen gyorsan tudnak váltogatni a feladatok között, például a számolás és az alakok felismerése között milyen gyorsan tudnak kapcsolni, váltogatni az egyes résztvevők. Tehát az nagyon fontos ennél a feladatnál is, hogy meg kell értened, hogy mit akar kifejezni a mondat magyarul. Ez rendkívül fontos. Tehát itt test involve switching between tasks, és akkor megint az a feladat, ugye ez a
18-as, hogy megint próbáld az összeset belehelyezgetni, végigpróbálgatni a megoldásokat, és először zárd ki azt, ami biztos, hogy nem lehet. Ugye ez a 18-as. 18-asba which was what computer test, which was involved switching, ez a which was az biztos, hogy ide nem jó, a was meg szintén nem lehet, tehát ide egyébként megoldásunk az a B lesz, hogy which, csak az jó, which, ide csak az jó. Tehát úgy lesz a megoldáshoz, hogy in a computer test, which involved switching between tasks like counting and recognizing shapes, ami magába foglalta azt, hogy hogyan tudnak a számolás és az alakfelismerés között váltogatni, tehát ami magába foglalta, tehát itt csak a which lesz a jó, a B. Azért, mert a másik három, az nem jössz kizártuk. Men and women were equal when they did one task, valami time. És itt pedig az et lesz a megoldásunk. Hoppa, bocsánat. Hát itt az et lesz a megoldásunk. Et. Egyébként az an az ugye azt rögtön ki lehet zárni, az in meg a by the az létezik, de nem ebben a kontextusban. Itt a Béla lesz a megoldásunk. Béla. Et. Et ö. Test. Test one task at a time, hogy a férfiak és a nők egyenlők voltak, tehát egyenlő idő alatt végeztek, amikor egy darab feladatot csináltak meg időre. But when the tasks were mixed up and the switching became faster, women and men showed slowed down and made more mistakes. However, men were significantly slower. Ez azt jelenti, hogy amikor viszont ugye a feladatokat így összekeverték, és a váltogatás a különböző feladattípusok között gyorsabbá vált, akkor mind a nők, mind a férfiak egyaránt lelassultak, és egyaránt több hibát vétettek. Na most itt megint azt nézzük meg, hogy mi a kulcs szó. Women and men slowed down and made more mistakes. Ez a kifejezés, ami segít a megoldásban. Women and men slowed down. Tehát ez a... Jaj, bocsánat, mindig a másikat nyomom. Itt a boss lesz a megoldás. Boss, women and men. Tehát, hogy egyaránt a nők és a férfiak egyaránt lelassultak, és mindketten egyaránt több hibát vétettek. A boss azt fejezik, hogy mindegyikük, mind a kettő. A boss egyébként akkor használom, azért a boss a megoldás, mert két dologról egy időbe beszélek. Az each az vagy egyik, vagy másik, az every az akkor van, hogyha a kettőnél több dolog van, hogy mindegyik, az all of akkor is a kettőnél több dolog van, mindegyik. Ha két külön dologról beszélek, és azt mondom, hogy mindegyik egyaránt, akkor az csak a boss lehet, tehát itt a dénes, a boss lesz a megoldás. Tehát a 20-as az a boss. Became fast, and the switching became faster, boss, women and men slowed down and made more mistakes. However, men were significantly slower. Megyek tovább. To make the experiment more relevant to everyday life, the researchers, valami, a second test. Mit csináltak a kutatók a második teszttel? A kutatók, megint, tried, az jó lehet, the researchers tried a second test, az jó lehet, vagy could try, will try. Could try, will try, de most megint. Először ennél a feladatnál zárt ki azt, ami biztosan rossz. Ennél a feladatnál, ugye először megnézzük, hogy maga a mondat az múlt időben van. Mivel maga a mondat múlt időben van, ezért például a 21-esnél a C-t azt azonnal ki tudom zárni, mert a will az ugye a jövő idő, a spontán jövő idő, azt azonnal ki tudom zárni, a C-t azonnal kizárom. Tehát marad az A, B meg a D,
És itt egyébként az A lesz a megoldás, egyszerű jövő idő, tehát ez ugye az A lesz a megoldás. The researchers tried a second test. Megpróbáltak, egy második teszt is elvégeztettek. The participants were given 8 minutes to complete a series of tasks, locating restaurants on a map, answering a phone call, and deciding how, valami, search for a lost key in a field. Tehát a résztvevők, tehát megint, mit jelent a mondat magyarul? A résztvevők 8 percet kaptak arra, feladatok sorozatát teljesítsék, például éttermeket helyezzenek el egy térképen, telefonhívásra válaszoljanak, és eldöntsék, hogy hogyan keresnének meg egy elveszett kulcsot egy mezőn. Na most az, hogy hogyan keresnének meg egy elveszett kulcsot a mezőn, ide, ez egy elképzelt szituáció. Tehát itt a 22-esben csak a would lehet a jó, they would. Na most a would they az ugye akkor cserélem fel, hogyha kérdés van, tehát a would they az kapásból nem lehet. A have they az meg eleve hülyeség, meg a they have is. Tehát itt a would-ot kell használni, a they would. És azért a C, mert ez egy elképzelt szituáció. Ez egy elképzelt szituáció, tehát ide a would kell a 22-eshez. Deciding how they would search for a lost key in a field. Completing all these tasks in 8 minutes was impossible. Valami, men and women had to prioritize, organize their time and feed corn. Was impossible, tehát mivel az összes feladatot képtelenség volt 8 perc alatt megcsinálni, valami, a férfiak és a nőknek, tehát előnybe kellett részesíteniük, meg kellett szervezniük az idejüket, és így nyugodtnak kellett maradniuk. Mivel ezt 8 perc alatt lehetetlen volt megcsinálni, és a 23-as ezért a szó kell ide. So men and women had to prioritize, organize their time and keep calm. Tehát mivel, itt arról van szó, hogy mivel 8 perc alatt lehetetlen volt az összes feladatot megcsinálni, ezért a férfiaknak és a nőknek ugye előnybe kellett részesíteniük, tehát gazdálkodniuk, meg kellett szervezniük az idejüket, és nyugodtnak kellett maradniuk. Ez egy ilyen alátámasztó szó kell ide, és ezért a 23-ashoz a szó a megoldás, hogy így tehát szó. Szó. All these tasks in 8 minutes was impossible, so men and women had to prioritize, organize their time and keep calm. Hát mivel, és ez magyarul mit jelent? Miért ez a megoldás? Mivel minden feladatot lehetetlen volt 8 perc alatt megcsinálni, ezért a férfiaknak és a nőknek meg kellett szervezniük az idejüket, és nyugodtnak kellett maradniuk. Tehát ezért, ezen okból ez az oka, tehát ide a szó kell. Women spent more time, valami, thinking at the beginning, whereas men jumped it in too quickly. Women spent time, na most ide, ez egy kicsit különleges a 24-es, ugyanis ide konkrétan nem kell semmi. Érettségén ilyen is lehet, hogy az a megoldás, hogy ez már maga egy kész mondat, de neked ezt észre kell venni, hogy ez egy kész mondat, hogy ide semmi nem kell, mert jó a mondat, anélkül, hogy bármit hozzáadnánk. Ez egy kész mondat, semmi nem kell bele. Women spent more time thinking at the beginning, whereas men jumped in too quickly. Tehát, hogy a nők több időt töltöttek, a nők az elején több időt töltöttek gondolkodással, míg a férfiak túl gyorsan beleugrottak a feladatok megoldásába. Ide nem kell semmi, jó úgy, ahogy van. Tehát itt például az lehet a kicsit érdekes, hogy van olyan mondat is, ami jó, ahova nem kell semmi. És itt a D, a jó megoldás, nem kell a mondatba semmi, ilyen is van. Aztán menjünk tovább.
It suggests that in a stressful and complex situation, women are more, valami, to stop and think about what's going on in front of them. Mi itt az a szó, amely segít a megoldásban? A to stop. Women are in a stressful and complex situation. Ez azt sugallja, hogy stresszes és összetett szituációban a nők jobban valami megállni és gondolkodni azon, hogy vajon mi is van éppen előttük. A nők milyen jobban arra, hogy megálljanak és gondolkozzanak? Women, itt az able. Ez egy kicsikét engem is meglepett, itt az able lesz a jó megoldás, able. Women are more able to stop and think about what's going on in front of them. Egyébként az able to az a can-nek, a can, vagyis a képes valamire, annak a szinonimája, tehát a can az egyenlő az able to-val, és igazából ide meg ezt kell tudnod, hogy a can segédige helyett, ugye a can azt jelenti, hogy tud valamit, vagy képes valamire, a can-nek a szinonimája a be able to, és ezért women are more able to stop and think about what's going on in front of them. Azt kell tudni, hogy itt azt akarja mondani, hogy a nők azok jobban képesek arra, hogy megálljanak és gondolkozzanak azon, hogy tulajdonképpen mi is történik éppen előttük. Tehát ide a can kell felismerni, hogy egyébként a can segédige kellene, aminek a szinonimája a be able to. Ugye, are more able to stop and think about what's going on in front of them. És nagyon fontos, ennél a feladatnál ugyanazt csináljuk, mint a többinél, hogy először, ugye most mindegyikre van itt megoldásunk, először itt karikázunk. Tehát először itt karikázunk, és miután itt behelyettesítettük, megtaláltuk az összes megoldást, ami szerintünk jó, akkor utána nagyon fontos, hogy a megoldásainkat be kell írjuk ezekbe a fehér négyzetekbe, ugyanis a javító tanár csak azt nézi, hogy ezekbe a fehér négyzetekbe miket írtál. Ez fontos egyébként, hogy szürke négyzetekbe soha ne írjunk, mert a szürke négyzetek azok azért vannak ott, mert oda pontoz a javító tanár. Oda egyet ír, hogyha ugye eltaláltad, akkor kaptál egy pontot, ha meg nem találtad volna el, rosszat írtál, akkor nullát. Ezért látod itt az egyeseket. Tehát a szürke négyzetbe azért nem szabad írnod, mert oda a pont kerül, hogy kaptál-e pontot, vagy nem. Tehát először ide a megoldásainkat felskicceljük, és ne felejtsd el, hogy mindig mindenre írunk valamit. Ha nem tudjuk a megoldást, akkor is tippelünk, mert 25% esélyed van arra, hogy hátha jó, és mínuszpont nincs, csak nulla. Tehát mindig, mindenhova írunk valamit. Ide beírod, hogy mik a tippjeid, és akkor utána, miután minden tippet itt elhelyeztél, akkor utána beírod a végleges megoldásaidat ide. És még egyszer, ennél a feladatnál a legelső lépés az, hogy zárd ki azt, ami biztosan rossz, ami nem lehet. Hogy azzal már ne kelljen foglalkozni. X-el jelöltem azt, ami biztosan rossz a mondatba. Először kizárod azokat a lehetőségeket, ami biztosan rossz, mindegyikre tippelsz valamit, és a megoldásaidat kiírod ide, és akkor teljesen jól vagyunk. És ugye, itt a végén olvasod, hogy this is the end of this part of the exam. Tehát az a lényeg, hogy a nyelvtani részen te ezzel a háromféle feladattal fogsz találkozni. Még egyszer, mind a három feladat, ugye ez is, ez a feladat is, ez, tehát ez a feladat is, meg az előtte lévő, itt ugye szót kellett képezned, és ugye az előtte lévő is, amikor magadtól kellett a szavakat beírnod, mindegyiket fontos megemlíteni, hogy mind a három különböző stratégiát követel meg. És a legvégén egyébként ez az érettségének az utolsó lapja, ide neked semmit nem kell írni, itt a tanár, a javító tanár, aki javítja az érettségit, beírja,
hogy, hogy a három feladatnál mennyit értél el a maximális 8-ból 8-at, 8-ból 8-at, mondjuk 9-ből 7-et, és a végén összesíti, ugye összesen 8 meg 8 meg 9 az 25, odaírja, hogy a 25-ből mennyit értél el, és ezt átszámítja vizsgapontra, ami a százalékot adja majd az érettségén. Tehát fontos, hogy ez ugyan 25 pont, de ez a 25 pont, 25 feladatpont 18 vizsgapontot ér. Tehát ezen ne lepődj meg, a nyelvtani rész az csupán 18 vizsgapont számít bele az érettségibe. Aláírják mind a kettőt, és akkor ennyi. Tehát ennyi. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, nyom rá egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára. Minél több lájk van a videón, abból látom, hogy szeretnél még ilyen videókat. Én végezetül szeretnék sok sikert kívánni az érettségidhez, és köszönöm a figyelmet.